ready. Vannak a léleknek régiói, amelyekbe csak a szerne világít be. Kodály öröksége mindannyiunkban benne él. Április 19-én két Highlights of Hungary jelölt, kiemelt zenei sikertörténet mutatkozott be a Hadik Irodalmi Szalonban. Balázs János Lézdíja zongora művész és a Cifra György Fesztivál, valamint a magyar költészetet a zászlajára tűző Pilvaker. Az est háziasszonya ezúttal is Juhász Anna volt, aki a zenei tanításról, örökségről, kifejezésről és a műfajok közötti határól beszélgetett vendégeivel. A mai este a zene lesz a középpontja, vagy az összetartó ereje, mert ott két különböző úgymond projektet vagy ügyet fogunk bemutatni, és ami a találkozási pont, az mi magunk vagyunk a befogadók, és egy lista, egy olyan kreatív lista, amin mindannyian rajta voltunk mi a Hadik Irodalmi Szalonnal, és ez a két ügy, amit most bemutatunk, az egyik a Pilvaker, amiről azt gondolom, hogy egy 5 éves sztori, és talán mindannyian hallottunk már, mert egészen megváltoztatta nem csak a március 15-i ünnepséghez való a fiataloknak a hozzáállását, hanem a versekhez való hozzáállást, és a másik pedig Balázs János, a fantasztikusan tehetséges zongora művész, aki a Cifra György Fesztivállal volt rajta ezen a listán, és ezt hozta ma ide hozzánk. Tehát két olyan ügy lesz ma a központban, ami a zenéhez kapcsolódik, és mégis egészen más közönséget mozgat meg, és egészen más honnan közelíti meg az embereknek. Most pont itt az előbeszélgetésen a többiekkel azt mondtuk, hogy az emócióit, az érzelmeit, mert hogy igazából a zene és az irodalom az érzelmeinkre hat. Én biztos, hogy a Csát Géza idézettel fogok kezdeni 1906-ban, mert azt gondolom, hogy nagyon kevesen tudták Csát Gézáról, ugye az írásait ismerjük, de hogy zeneelmélettel is foglalkozott, és kritikus is volt, és ugye abban az időben, a század előn 1906-tól nem csak a nyugatban, de nagyon sok helyen központi témává vált a zene. És a zenének a hatása a szövegre, képre, tehát a képzőművészethez és az irodalmi művekhez való összefonódása. Láttuk Sasi Attilánál, hogy Kafka Margithoz milyen képeket festett, és hogy milyen barátságok által születtek meg, akár irodalmi, akár zeneművek. A mai este, ugye a Hadikban azt szoktuk itt csinálni ezeken az irodalmi esteken, hogy nagyon a mát mutatjuk be, azt mutatjuk be, hogy ma azok, akik köztünk élnek, mit alkotnak, mit hoznak, és ezzel a mi életünket miképpen változtatják meg. Balázs János nagyon-nagyon sokat tesz a maga eszközével, a zongorával és azzal a pedagógiai hajlammal, amivel ő megvan áldva azért, hogy a mi életünkben a klasszikus zene otthonra találjon, amiről szintén beszélni fogunk, hogy ugye majdnem azt mondtam, hogy komoly zene, de hát semmilyen más nyelven nem használják ezt a kifejezést, hogy komoly zene, mert hogy mitől komoly, és mondjuk egy könnyű zene, meg mitől könnyű. Ezeket a fogalmakat is tisztázni fogjuk, Balázs Jánossal kezdünk, és utána pedig itt már a hátam mögött gyülekeznek a Pilvakeres srácok, Takács Ákos, ugye Red Bulltól, aki az egészet létrehozta és kitalálta, és több énekes, illetve rendező is eljött, Szabó Simo, hogy arról beszéljenek, hogy ez az 5 év nekik mit számított, mit ad ez az előadás, amire a legutóbbira, ha jól tudom, 5 perc alatt elfogyott mind a 2000 jegy, ami mindenképpen egy nagyon elismerésre méltó dolog, és hogy mit ad az embereknek, milyen tapasztalatuk van, nekik mit ad, és milyen a szövegekkel dolgozni, hogy közelítik meg ők a magyar irodalomnak azokat a klasszikus verseit, Juhász Gyulától, József Attiláig, Kosztolányi Dezsőtől, Csokonai Vitéz Mihályig, amik bekerülnek a programműsorba. Egy picit itt beszélgettünk a program elején már Jánossal, arról, hogy milyen kapcsolódási pontokat találunk a saját területünk között, mert hogy János ugye zene, nekem az irodalom, ami születésemtől fogva meghatározza az életemet, és én kiírtam egy idézetet, amit most szeretnék nektek elmondani. Csát Gézától, 1906-ból származik ez az idézet. Azt gondolom, hogy ha azt mondom, hogy Csát Géza, akkor mindenkinek természetesen az irodalom jut eszébe. Ő azt írta, az írók ma a közönség kényére a színeket úgy keverik a papíroson, akár csak a piktorok a festéket a palettán. Az összes művészetek ma a meglepőt, az intimet, a misztikust keresik, mint olyat, amit a ma emberének érzékeny idegrendszere az élet mélyéből valónak érez, igazságosnak sejt. Ugye 1906-ban járunk, és Csát Géza, hogyha azt mondtam, hogy irodalom, akkor amellett nem tudom, hogy mennyien tudjátok, hogy nagyon jó kritikus és zeneesztéta is volt, és így is működött. Azokban az években, a század előn nagyon előtérbe került a zene. Nem csak a nyugatban, és nagyon sok újságban foglalkoztak a zenében, hanem nagyon sok írónál köszön vissza, vagy most már azt mondanák, hogy koprodukciókban és együttműködésekben. De én számtalan más idézetet is kiírtam, és ezekről egy picit itt beszélgettünk is az est elején.
De én azt gondolom, hogyha ma belenézünk, és nem csak azért, mert két zenei projektet mutatunk be, de hogy valamiféle, azt is adtuk az est címének, hogy a zene forradalma nagyon aktuális ma is. Én azt gondolom, hogy te is teltházas koncertekről tudsz majd nekünk beszámolni, és egy nagyon sikeres pályáról, és ezt az aktualitást akár mondjuk azzal is még megtűzöm, hogy a film területét nézem, alig egy másfél-két hónapja volt ugye az Oscar-díj átadás, ahol pont egy olyan magyar film kapott díjazást, aminek valamiképpen szintén a zene ereje, az a központi erő, ami ott a fiatal szereplőket összefogja. Tehát ott is azért van egy Nemes Nagy Ágnes vers, vagy van irodalmi utalás, de természetesen a zene az az erő, ami összekapcsolja a gyerekeket, és ami valamiképpen egy közösséget kovácsol. Egyetértesz azzal a gondolatmenetemmel így rögtön az est elején, hogyha belevágunk, hogy tényleg egyfajta forradalom van, és nagyon nagy szerepe, hangsúlya van a zenén ma, a mai korban? Egyre inkább gondolom, hogy ez igaz, természetesen már most is, de előre vetítve a nem túl optimista gondolataimat, ami majd optimista lesz természetesen a művészetetnek a felfedezésével és átélésével, hiszen egyre több dolgot tudunk csinálni, ami nagyon-nagyon jó, egyre teherbírás magaslatokat döntögetünk mindannyian, hiszen nagyon-nagyon sokat dolgozunk, de ez természetesen vezet egyfajta monotonizmushoz is, és nyilvánvalóan ahhoz is, hogy bizonyos szükségleteink apadnak. És már pedig a zenének a legfontosabb mondani valója, az ereje, az az érzelmeknek a kifejezése. Hiszen ezáltal átélhetünk olyan érzelmeket, olyan fantáziákat, olyan pillanatokat, amelyeket a szürke hétköznapokban, vagy bizonyos munkakörökben, hát most nem az enyémről beszélek természetesen, nem lehet. És ezért van nagy szerepe manapság a zenének, mindenfajta zenének, tehát itt most ne válasszuk külön, pláne az este is erről szól, de alapvetően nem kell ez a komoly zene, meg könnyű zene, meg jazz zene, meg világzene. De erre jó is beszélni, mert pont nemrég készítettem egy interjút, ahol pont ezt próbáltam megkérdezni, hogy ugye belezavarodtam ott a kérdésnél, és egyszer azt mondtam, hogy komoly zene, egyszer meg azt mondtam, hogy klasszikus zene, és aztán rájöttem, hogy van még egy olyan nyelv, ahol azt mondják, hogy komoly zene. Tehát, hogy igazából a klasszikus zenéről beszélünk, vagy pedig a könnyű zene, hogyha már az est második részét előrevetítem, az mivel könnyebb? Tehát, hogy egyszerűen ez, hogy komoly, ez létezik más nyelveken? Nem, abszolút nem. Hát az angol is ugye classical musicnak mondja, nincs serious music, vagy valami ilyesmi. És ezáltal egy kicsit el is ferdíti az igazságtól, mert azt hiszük, hogy ez olyan nagyon komoly, és most frakba kell elmenni, hallgatni, és majd kijön egy másik frakkos bácsi, aki 40 percig keresztül ott zongorázik valami nagyon unalmasat, és átszáznunk kell, hogy mi nem vagyunk álmasak, és nem ásítunk, és a többi ilyen sztereotípiákkal találkozom, egyébként az én korosztályommal is, de ez már eleve a szó rossz. Egyébként Presser Gábor mondja mindig, hogy szomorú zenészek. Ugye klasszikus zenészek, azonban szomorúak. Mert hát igen, mi sok olyan dologgal foglalkozunk, és azt keressük, azt kutatjuk, és azt adjuk tovább a koncerten, amelyek egy kicsit emelkedettebbek, egy kicsit transzcendentálisabbak, hiszen ezek az érzelmek, amelyeket valóban meg tudunk élni a zene által. Én nagyon boldog vagyok, hogy egy olyan szakmám van, ami által én saját magamban is ezeket az élményeket, ezeket az érzéseket megélhetem nap, mint nap, de tulajdonképpen az a legszebb az egészben, és az visz előre, és remélhetőleg majd 80-90 éves koromban is ezt tudom mondani, hogy ezt tovább tudom adni, és boldogságot lehet okozni másnak is. És pontosan ezért mondtam ezt az előrevetítést a jövőben, és azért van most egy forradalom, hogyha ezt most megőrizzük, hogyha ezt most befogadjuk, akkor a későbbiekben nem fog ez odáig vezetni, hogy egy lelki elsivárosodás veszi majd kezdetét, ahol már ténylegesen minden adásvétel tárgya lesz, és az érzelmek kivesznek. Én mindenféle ilyen felvezetőben, meg Facebook posztban ugye nagyon sok információt árultam el rólad, de ugye mi az első, amit az ember el szokott mondani, odaírja, hogy Liszt-díjas, hogy junior prímadíjas, tehát azokat az elismeréseket, amit mondjuk megkaptál, pedig még mindig nagyon-nagyon fiatal vagy, de már is fantasztikus teljesítmény van mögötted. De egy picit visszarepülünk az időben, mert itt most azért belevágtunk. Nekem az esteimben megszokta a közönség, hogy nagyon sokat beszélek valahogy a kezdetekről, vagy arról az eredetről, mert hogy az én életem is azért fordult, azt gondolom az irodalom felé, mert egy költő lánya vagyok, és ez meghatározta, mert hogyha a te kiskorodban megyünk vissza, vagy mindjárt nézzünk egyébként képeket is,
akkor emlékszel egy meghatározott pillanatra, amikor a zene vagy a zongora vonzani kezdett? Van a családi legendáriumban egy olyan történet, amikor elmesélték neked később, vagy te fixen emlékszel arra, hogy meghatároztad magadnak, vagy kialakult egy belső vonzódás, vagy rátaláltál arra az útra? Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokat küzdködtünk, vagy küzdködünk talán mindannyian azzal, hogy megkeressük azt az életünkbe, amiben mi ki tudjuk fejezni magunkat, ami valóban mi vagyunk. És hogyha ezt valaki nagyon korán megtalálja, és kap hozzá egy olyan tehetséget, ami egyszerre gondolom, hogy áldás és nehézség is egy életben, akkor azt mondom, hogy ez egy nagyon szerencsés ember. Te ezt korán volt egy pillanat, amikor felismerted, hogy a zongora a te csöved, a te eszközöd arra, hogy a kultúrát átad, vagy a benned lévő tüzet átad. Nagyon korán elindult a vonzalom, hogy ezzel én mit fogok tudni csinálni, vagy éppen mi lesz majd a jövőben, ezt akkor természetesen még nem tudtam. Egyébként jó kérdés, hogy én választottam a zongorát, vagy a zongora engem. Talán inkább a zongora engem. Egy olyan tényleg kötődést éreztem. Ez olyan 2-3 éves korom közé tehető, hogy megbabonázott. Egyébként a nagypapám csellista, édesapám zongorista, ezért volt ott a zongora. Tehát én is zenész családban nőttem fel, mint ahogy te is egy író körben, tehát itt egyértelmű volt a kultúrának a szivárgása, de az nem volt egyértelmű, hogy mondjuk elkezdjük zongorázni, és nem is az otthon hallott zongorázástól babonázottam meg, hanem, és akkor felvetek egy másik témát, de hát ugye muszáj lesz beleütközni, és milyen jó is ez. Cifra György hanglemezeit hallgattuk otthon, szóltak, és a klasszikus zene volt az, ami tulajdonképpen bemászott a filmbe, és valami zsigeri kötődés volt, hogy nekem oda kell menni a zongorához, aztán hát ott keresgéltem a hangokat. Abszolút nem tudtam eljátszani, de még egy-két nap alatt, pár óra alatt, nem mostan kikeresgéltem hangokat, és akkor elkezdtem a saját magam fantázia darabjait kialakítani, amiket hallottam azokat, és ez gyakorlatilag évekig tartott. Emlékszem, nagyon vártam már, hogy megnőjön a lábam, hogy végre azt a pedál dolgot meg tudjam nézni, hogy a fenébe lehet nyomkodni, mert ugye állva oda mentem, de akkor meg a kezem nem ért fel, szóval voltak problémák nyilvánvalóan, de a növéssel egyidejűleg úgy kialakult ez a kötődés, és ez azóta is tart, és ez töretlen. Zongora nem kér semmit, ő csak ad. Na most nézzük meg egy rövid bejátszást, mert ugye sajnos nem tudsz nálunk élőben játszani, mert itt nincsen most zongora. Igen. Viszont egy rövid videót nézzünk meg, mert azt gondolom, hogy egy nagyon fontos pillanatot örökít meg ez a felvétel. Alig van európai ország, ahol ne lépett volna fel, és ne elismerő tetszéssel fogadta volna a közönség. A kritikusok szerint korosztálya egyik legtehetségesebb zongora művésze. Balázs János nemrégiben így nyilatkozott. Kezdetben a zene szeretet alakult ki, mint a tudatos tanulás. Idővel beindult a zenei karrierem, verseny hátán, egymás után jöttek a koncertek. Sok visszaigazolás ért a tanáraim és a közönség részéről. Thank you.
most azért mondjuk el, mert nem mindenki látta, aki fönnül és háttal, hogy hol voltunk. Egy óriási tömeget láthattunk. Azt, hogy mit hallottunk, azt elmondtad a videóba. Mondd el, hogy hol voltunk, és hogyha azt kérdezem, hogy ez mondjuk az eddigi életednek, vagy a munkádnak az egyik legfontosabb pillanata volt, akkor ráérzek, gondolom. Tulajdonképpen igen, ráéreztél. Ez nem is, hogy is volt, május 8-án volt tavaly, tehát most már nem csak erre egy éve. Hát akkor egy kicsit jobb idő volt, mint ma, hála Istennek. Ez a Bazilika előtt volt egy szabadtéri zongoraest, aminek az volt a címe, hogy Zenergia. És egy fényfestést láthattunk a háttérben, a Bazilika meg lett fényfestve azokra a darabokra, amiket játszottam, és hát nagyon-nagyon különleges missziónak egy hatalmas megnyilvánulása volt ez, pedig az, hogy a fiatalok is érintkezzenek a klasszikus zenével, ne érezzék ezt olyan porosnak, és hogy igenis sok mindent tud adni a zene. Erre igazolást kaptunk, hiszen a koncerten 7-8, akár 10 000 ember is lehetett, tehát nagyon-nagyon sokan voltak, és nagyon sok fiatal volt, olyanok is, akik először hallottak klasszikus zenét, és azért ez jelent valamit itt Magyarországon, hogy igenis van igény. Nyilvánvalóan a nyelvezet, az nagyon fontos, hogy juttatjuk el a zenét, milyen csomagolásba tesszük mindezt, de addig, amíg hát reményeim szerint igényesen lehet ezt megmutatni, és a fiatalok elé rakni, addig szerintem mindenfajta egyéb segítséget elbír, lásd egy fényfestés, vagy egy szabadtér, amihez természetesen azért az égiek segítsége is kellett, hogy ne legyen eső. Azt mondtad, hogy 7-8, akár 10 000 ember, erről nekem rögtön jutott eszembe, hogy nyilván ezt megint ugye azt mondom, könnyű zenei koncerteken szoktuk meg, de én egy olyan jó másfél éve beszélgettem Vásári Tamással, most azon gondolkoztam, hogy mi a Vásári Tamáson keresztül ismerjük egymást, János. Ugye, hogy valószínűleg volt? Igen, meg hát 1000 közös ismerősünk van szerintem, de valószínűleg a Tamáson. Azt hiszem, hogy a Vásári Tamáson keresztül, és ő mondta nekem, hogy amikor nagyon-nagyon, tehát ugye kezdődött a karrierje zongora, tehát versenyekkel, mindenféle külföldi és hazai versenyekkel, és aztán egyre nagyobb tömegek előtt játszott. És van ez a pillanat, amikor az ember egyedül van a színpadon. Ő sokszor mondta, hogy mit él meg előtte, ez lehet egy izgalom, de talán nem is ez a legjobb szó. De hogy neked mindig természetessé vált, akár az első perctől kezdve, hogy sok ezer ember nézi azt, ahogy nem is tudom, hogy mi a legjobb szó, hogy ahogy átfolyik rajtad a zene, tehát egyesülsz egyfajta darabbal, egy zeneszerzővel, próbálod magadévá tenni a lelkiségét, gondolom, hogy összetalálkozik a tieddel, hisz nem tudom, majd megerősítesz, vagy megcáfolsz, hogy úgy tudsz igazán interpretálni egy darabot a színpadon, és ha ez akár 10 000 ember előtt egy szabadtéren, akár egy zeneakadémián sok száz, vagy akár 1000 ember előtt ez mindig természetes volt, ez hozzátesz, vagy elvesz abból, tehát ez az izgalom, ez egy valós érzés a te életedben is, vagy pedig ez nehezít, hogy 10 000 ember, vagy akár inspirál arra, hogy fú, micsoda fantasztikus dolog. Igen, hát most erre nagyon nehéz válaszolni, mert nehéz verbálisan kifejezni azt, amit egy zenész érez a színpadra lépés előtt, nyilvánvalóan, hiszen a színpad az egy fantasztikus dolog, viszont nagyon-nagyon büntet is, hogyha nem vagyunk felkészülve. Én mindig úgy gondolom, hogy fel kell készülni, amennyire lehet, sok mindent kell azért a véletlenre is hagyni, és az inspirációt begyűjteni, mert akkor nagyon előkészített lesz, de én szeretek játszani, szeretek a színpadon lenni. Nincs külön érzetem akkor, hogyha egy embernek játszom, vagy 10 000 embernek. Lehet, hogy ez sokatnak különleges, de számomra tényleg nincs jelentősége. Nyilvánvalóan vannak sokkal inspiratívabb koncertek, van, amikor bennem is valami olyan dolog tombol, ez akár lehet a koncert hangulatától, vagy saját az érzelmeimnek a kifejezése, ami miatt jobban, vagy kevésbé jobban sikerül egy koncert. De hát fel kell készülni, és nyilvánvalóan ezért szép ránk, mert nagyon sokáig lehet akár egy darabon vívódni. Egy 3 perces darabon is lehet akár évekig, évtizedekig gondolkodni, hogy lehetne még jobb, még szebb, mit lehetne még kitalálni bennem. Úgyhogy engem abszolút nem bénít meg a tömeg. Van, aki egyébként izgulós típus, Vásári Tamás abszolút izgulós típus, de hát fiatal, még kinövi majd. Úgyhogy, de ez semmit nem vall a teljesítményből nyilvánvalóan. A stresszt azt én inkább otthon élem meg a gyakorlás közepette,
amikor tényleg nagyon nehéz most a jelenleg életemmel összeegyeztetni azt a 6-7-8 órás gyakorlást, amit mondjuk igényelnék én magam is, meg a darabok is, úgyhogy sokszor az estét is igénybe kell venni, de ez pontosan ad egy olyan lelki nyugalmat, hogy ne arra koncentráljak egy előadás közben, hogy el tudjam játszani a hangokat, vagy ne üssek félre, mondjuk ilyen mindig van természetesen, hanem át tudjam magamat adni annak a lehetőségnek, hogy most egy olyan dolog történjen meg a színpadon, ami különleges élményt ad, ami meg nem ismételhető, amit csak most hallhat a közönség, mert végeredményben ezért jöttek el. Ha belegondolunk abban, hogy az irodalom, tehát a szöveg és a zene miként kapcsolódott össze hosszan a történelem folyamán, akkor ez egyáltalán nem új keletű. Mondok egy példát, ha Tino Dilantos Sebestyére gondolunk, akkor egyértelműen tudjuk, hogy a elénekelt szöveg, tehát egy zenei kísérettel tett szöveg, ez benne van már igazából a zene történetben és a mi történelmünkben is, hogyha pont itt vagyunk, ugye a Hadikban szemben lakott Cseh Tamás, akinek védjegyévé vált az, hogy az üzenetét, a szövegeket, a verseket, Bereményi Géza verseit egyszer gitárkísérettel adja tovább, és ma már, pont hogy egy éve megjelent Bereményi Gézának a verses kötete, és a Nobel-díjat kapott ugye pont egy olyan szerző, akit a zenei területről ismerünk, akkor ez már szinte ezeket a kérdéseket fontossá és mindennapivá teszi. Tehát az, hogy zene és az, hogy szöveg és irodalom összekapcsolódása, ez régi keletű, de valóban egy olyan formája, egy olyan módja annak, hogy minél több emberhez és kiemelten a fiatalokhoz, a gyerekekhez, egyfajta, ahogy kezdődik a gyereki lét, ugye kantálnak, rigmusokba beszélnek a gyerekekhez, és olyan mondókákat tanulnak, aminek ritmusa van, tehát így tanulunk megbeszélni. És aztán ez a mód, amit egyébként persze ugrunk egy nagyot, és a pilvakeresek csinálnak, hogy kortárs előadókkal feldolgozzák a maguk módján azokat a verseket, és akár belemernek nyúlni, de ugye pont az előbb néztük a Reményhez, az a vers, amihez abszolút nem is nyúltak hozzá, és saját formájában, eredeti formájában hallható ez a vers. Tehát akár hozzányúlnak, akár nem, de mindenképpen a zene erejével, a zenén keresztül tudják eljutatni a közönséghez, ez nagyon nagy dolog, és nagyon működőképes, olyan tömegeket hódítottak vissza az irodalomhoz, azt gondolom, az Ákosék, hogy mindenképpen kell erről beszélni, és van is miről beszélni, mert hogy elkezdődött, és pont itt néztük végig ezt az 5 évet, szóval eltelt 5 év, és azt mondják, hogy nagyon sokat változott, fejlődött a projekt, ugye most már az Elkezd Színházba találtak otthonra, és egyre szélesebb az a stáb, aki szervez, és aki részt vesz ebbe, de hát ez még csak a kezdet. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sokáig számíthatunk még arra, hogy a zene forradalmaként egy olyan ünnepen, egy olyan produkciót kapunk március 15-én, ami mindenképpen megváltoztatja mind az ünnephez, mind a szöveghez, mind a zenéhez a hozzáállásunkat. Hogy van az az út, hogy az ember valakit nagyon megszeret, hallgat is otthon, valóban egyfajta példaképnek tart, és mi az az út, mert itt több időpontot is látok, például 2012-t, ami szintén fontos, az ő emlékének volt rendezve egy verseny, de hogy mik azok az állomások, amik oda vezetnek, hogy te valóban azt mondtad, hogy igen, legyen egy fesztivál, és ennek mi legyen a úgymond missziója, vagy üzenete? Erről egy picit beszéljünk. Igen, hát tulajdonképpen a sors Cifra Györggyel megpecsételődött már akkor, amikor még nem is voltam a világon, hiszen az én nagypapám Bárokban együtt játszott Cifra Györggyel. Ugye ő 56-ban elhagyta Magyarországot, de előtte Bárokban kényszerült játszani, és az én nagypapámmal itt nagyon jó barátságot is kötöttek. Amikor Cifra György elhagyta Magyarországot, akkor ezt a kapcsolatot nem tudták ápolni, de mindig küldött hanglemezt. Én ezeket a hanglemezeket hallgattam többek között, amelyek a családnak megvoltak, ezért kezdtem el zongorázni. Majd a későbbiekben, amikor ugye elkezdtem a hivatalos tanulmányaimat, hallgattam az ő felvételeit, és megismertem az életútját is. Mindenkinek ajánlom figyelmébe egyébként az Ágyok és Virágok című önéletrajzi könyvét. Fantasztikus olvasmány, történelmi és művészeti szempontból is. És valahogy úgy éreztem, hogy egyrészt azt az adományt, hogy nekem a zongorát Cifra György adományozta, most ezt képletesen értve, de mégiscsak ő miatta mentem oda a zongorához, ezt nekem valamilyen szinten honorálnom kellene, itt olyan 14 éves lehettem, és az is motivált, hogy legyen elismerve egy ilyen nagy művész Magyarországon, mert sajnos semmilyen méltó megemlékezés nem volt róla. 1994-ben halt meg, és ennek ellenére, hogy ő így külföldön egy hihetetlen nagy karriert futott be, itthon sajnos ezt egy kicsit elfeledték. Úgyhogy hát én elkezdtem koncerteket adni tínédzser koromban, ezek először kisebb helyeken valósultak meg, aztán egyre nagyobb koncertek kiavanzsálódtak, és egyre nagyobb sikere volt, ezért
felbozdultam, és gondoltam, hogy valami sokkal impozánsabb és grandiózusabb eseménysorozatot kellene megálmodni, főleg, hogyha van egy ilyen névadó, és akkor tavaly előtt egy kicsivel beugrott a Cifra Fesztivál szóösszetétel, és egy ilyen művészhez, aki mind a jazz zenét, mind az improvizációt, mind a klasszikus zenét, mind a tehetségkutatást, a tehetséggondozást, és még sorolhatnám, a legmagasabb fokon űzött, csak a fesztivál jöhet szóba, ami sokszínű. És hát mondjuk még azt elfelejtettem mondani, amit te is megemlítettél, közben én megnyertem Sanlisban az őről elnevezett zongora versenyét, tehát nagyon-nagyon sok szál köt, ezer szállal Cifra Györgyhöz, és ez tavaly elkezdődött, idén már a második alkalommal került megrendezésre, fantasztikus sikerrel, a közönség hetekkel, hónapokkal előtt elkapkodta a jegyeket, olyan művészeket tudtunk elhívni, pedig ez egy friss fesztivál, egy tulajdonképpen induló fesztivál, mint Misha Majszki, aki a világ egyik legnagyobb csellistája, és a Carnegie Hallt és a Royal Albert Hallt visszautasítja, viszont amikor felkértem, akkor őnek is kötődött emléke Cifra Györgyhöz, és mondta, hogy milyen jó, hogy végre van egy megemlékezés, hogy ezáltal egy prémium fesztivállá minősültünk, és nagyon büszke vagyok erre a dologra. Nagyon sok ember dolgozik rajta, a közönség szeretete az erőt ad nekünk, de ez egy hálás feladat nagyon. És még egy utolsó gondolat, hogy milyen lehetőséget kapnak a fiatalok, és miképpen honoráljátok az ő tehetségüket? Nálunk ez nagyon-nagyon fontos. Ugye koncertsorozatokat rendezünk, mesterkurzusokat szervezünk, zongoraversenyeket, képzőművészeti kiállításokat és díjakat is. Ugye, hogyha most csak a díjakra szeretnénk fókuszálni, amit éppen a koncerten is látunk, február végén a Zeneakadémián 5 díj került átadásra, tehetségdíjak, életműdíjak és egy ifjú tehetségdíj. Ezek olyan anyagi és erkölcsi hozzájárulások, amelyekkel remélhetőleg a tehetségeket, az életműdíjasokat, tehát akik nagyon sok mindent tettek már Magyarország hazájáért, és a legfiatalabbakat is ösztönözni tudjuk arra, hogy jó úton haladnak, és remélhetőleg Kodály és Bartók hazájában sosem fog kiveszni ez a fajta látásmód és gondolkodásmód. A mesterkurzussal természetesen a pianistákat vártuk, Vásári Tamás, Mocsári Károly, Dráfi Kálmán oktattak, akik Cifra György szavait adták tovább, hiszen ők is tanultak a mestertől. A versenyen pedig természetesen a ifjú, lelkes művészeket, művészjelölteket vártok, és csodálatos volt felfedezni jó pár díjazottat, és ez most már odáig terjedt, hogy most már olyan koncerteket is szervezünk, hogy a Cifra Fesztivál díjazottjai és felfedezettjei. Tehát ez egy innovatív dolog, van egy kamarazenekarunk is, és erről nagyon sokat lehetne most tényleg beszélni. Itt közben éppen tovább. A Liszt Ferenc kamarazenekar van, de nekünk most már van egy Cifra György kamarazenekarunk is. Tehát folyamatosan gondolkodunk, és nagyon nagy hangsúlyt, erőt, anyagi áldozatot, emberi munkát fektetünk a fiataloknak a nevelésébe és segítésébe.